A Magyar Közút az elmúlt hetekben kiszélesítette Üllőn az M4-es csomópontjában lévő körforgalmat, amely az országban egyedülálló, innovatív módon lett kialakítva. Amellett, hogy bővítették a sávszélességet, torlódást figyelő kamerákkal, speciális forgalomirányító jelzőlámpával szerelték fel, és már közvilágítással is ellátták a körforgalmat. A működés tesztüzeme zajlik jelenleg, hamarosan a tényleges műszaki átadás is megtörténik. Az üllői és a gyömrői körforgalmaknál, az M4-es csomópontban tulajdonképpen az elmúlt időszakban a Magyar Közút megcsinálta a körforgalmak kiszélesítését, közvilágítást épített be, és hát jelen pillanatban már tesztüzemmód folyik, tehát elindult a műszaki átadás átvétel. Egy lámpát építettek be, ami tulajdonképpen piros és sárga üzemmódban működik. KRESZ szabályainak megfelelően kell használni, úgyhogy felhívom a lakosság figyelmét, itt is óvatosan közlekedjenek, hiszen mindenkit hazavárnak. A piros jelzés az természetesen a megállást fogja jelképezni, a sárga viszont a KRESZ szabályának megfelelően elsőbséget kell adni a körforgalomba, tehát figyeljünk oda, és hát megfelelően használjuk. Ez egy ideiglenes megoldása, jól értem a szavait. Mi lehet a végleges és jó megoldás ebben az ügyben? Tulajdonképpen tényleg én is úgy értékelem, hogy ez egy ideiglenes megoldás, de ezt tudták jelen pillanatban megoldani. A végleges megoldás, biztos vagyok benne, az, hogy a kormány kiemelten kezeli ennek az M4-es útnak a szélesítését, lehajtósávok kiépítését, és hát az a bizonyos szervizút lehajtó, ami az ipari parknál remélem, hogy megvalósul, és jelen pillanatban mondhatom, hogy a kormány ezt már tervezteti, a terveket már jó magam is láttam, az UTIBER végzi ezt a feladatot, és itt egy külön híd is fog épülni, és hát ez a szervizútra a lehajtást is biztosítani fogja, tehát amikor ez megvalósul, az lesz a végleges megoldás. Bízunk benne, a tervek már készülnek. Az üllői közlekedés biztonsága kapcsolatban az egy hónapja átadott okos zebra szabályos használatáról is megkérdeztük a település vezetőjét. Nagy öröm volt számunkra, hogy végre eljutottunk odáig, hogy egy okos zebrának a átadását ünnepelhettük. És a lényeg az, hogy arra szeretném felhívni a lakosság figyelmét. Többen jelezték felém, hogy nem működik az okos zebra. Természetesen azonnal a helyszínre mentünk, megállapítottuk, hogy rendes, megfelelő használattal igenis ez a zebra működik, de hangsúlyozni szeretném, ha nem a KRESZ-nek megfelelően használják, leszáll valaki a buszról, és réhen átvág, akkor sajnos a kamerák nem tudják érzékelni, és a gépjármű nem a villogást fogja látni, hanem hirtelen az, hogy átmegy egy gyalogos, és lehet, hogy már nincs annyi ideje, hogy fékezzen, és tényleg nagyon balesetveszélyes. Tehát a Facebook oldalunkon is egy ábrával próbáltuk érzékeltetni, és kérni a lakosságot, hogy a KRESZ-nek megfelelően használják ezt az okos zebrát, és akkor természetesen a kamerák érzékelik, és a villogás is meg fog történni. Szeretnénk még 5 hasonló ilyen okos zebrát kiépíteni. Bízom benne, hogy a lakosság is a KRESZ szabályainak megfelelően, tehát kerékpárral ne vágjunk át, sétáljunk mellette, toljuk át. Tehát azért vannak olyan szabályok, amire azért most is oda kell figyelni.